Sziasztok, gyerekek! A mai feladat az utolsó kötelező feladatok. Ez egy nagyon jó hír. Vége a fél évnek, már csak hetek vannak hátra. Ez a feladat szintén egy hetes határidővel készült, tehát az elkészítésére egy hét áll rendelkezésetekre. Az eddigi munkáitokból ezután ezt összegyűjtöm mindet, és csinálok belőle egy online, egy virtuális kiállítást, aminek az elérhetőségét, linkjét, azt majd 26-án fogjátok megkapni itt a Classroomon keresztül. Ez utolsó olyan feladat, amit mindenkinek kötelező megcsinálni. Ezek után már csak olyan feladatokat fogtok kapni, amik gyűjtemények, képválogatások, ötletek, egyéb videók, amiből mindenki kedve szerint válogathat és alkothat. Természetesen ezeket a munkát is szívesen megnézem, ha elkülditek a fotóját, de nem lesznek kötelezőek. Tehát ez az utolsó feladat, ami mindenki számára egyöntetűen végrehajtandó. Tehát nézzük is, hogy mi ez. A mai napon a landarttal fogunk foglalkozni, ez egy nagyon kedves téma számomra, és többször feldolgoztuk már a gyerekekkel. A landart egy olyan a művészeti irányzat, egy olyan művészeti forma, amikor a természetből alkotnak, a természetben található dolgokból készítenek egy alkotást. Nem olyan új keletű dolog ez, nagyon régen a Peruban Nazca vonalak is, nevezhetjük őket is landartnak, ezek hatalmas méretű, repülőgépből látható képződmények, amik különböző alakokat, mint ahogy itt látjátok, egy majmot formáztak, vagy éppen itt alul látjátok, hogy pókformájú, vagy pelikán. Nagyon érdekesek ezek a figurák. Egyetlen vonalból áll mindegyik, és egyik sem metzi a másikat. Tehát a vonal az úgy készült, hogy egy folyamatos vonalból álltak össze. Ezek, látjátok, kb. 2000 évvel ezelőtt készítették. A másik előzménye, előképe a landart stílus kialakulásának, vagy művészeti rend kialakulásának, az a Húsvét-szigeteken megfigyelhető moai szobrok, amik egy hatalmas, egy tömbből faragott szobrok voltak, amiket a Húsvét-szigetek partjai mentén helyeztek el szépen körbe. Ezeket a kb. 1000 évvel ezelőtt állították, és annak azért állították, hogy az ősökre emlékezzenek. Hatalmas méretűek, egy tömbből faragottak, és baromi nehezek. Ezekből alakult ki az 1960-as, 70-es években, vagy jelent meg a landart, és utána terjedt el egészen napjainkig. Ez egy nagyon korszerű és modern művészeti irányzat, ami a természetben található formákat, kelléket használva alakítja ki az alkotásait az ember a természetben. Ezek rövidítőek, és csak fényképen maradtak fent. Mindenféle köveket, faágakat, egyéb természetben található dolgokat használtak föl, ilyenek például a gabonából kivágott körök, vagy a tengerparton létrehozott kavicsok és formák. Hogyan is készül egy ilyen landart alkotás? Először is menjetek ki! Tehát odabent nem fogta tudni ilyet csinálni, menjetek ki, nézzetek körbe. Nagyon érdemes mondjuk ezt összekötni egy réten történő vagy erdei kilándulással, ahol nagyon sok anyagot, fadarabokat, leveleket, kavicsokat, virágokat tudtok találni, és ezekből készítsetek egy kompozíciót. Ez lehet akár egy konkrét forma, tehát lehet akár egy virágforma, de akár egy ismétlődő körforma, vagy spirálforma, vagy akár így, mint ahogy látjátok, a tobozokat növekvő sorrendbe állították. Tehát nem kell igazából nagyon végig gondolni, vagy nagyon átgondolni, nem kell valamire hasonlítania, nem kell egy csigára, vagy egy emberre hasonlítania, hanem nagyon egyszerűen egy körformára, vagy szögletes formában is elrendezheted a talált tárgyakat. Ezeket a képeket előző évfolyamokban járó gyerekekkel készítettük, ez például egy kavics spirál, amit parkával egészítettek ki, vagy nádból egy csigavonal, vagy egy szögletes kő négyzet, amiben van egy kisebb négyzet. De akár egy szívecske formát is kirakhattok, amiben különböző dolgokat gyűjtötök.
vagy mandala-szerűen is elrendezhetitek az egyes tárgyakat, természeti formákat. Jó, tehát mindig csak olyannal dolgozatok, amit ott találtok kint. Ne vigyetek ki semmilyen szemétnek minősülő műanyagot vagy papírt. Kimentek, amiket az udvaron össze tudtok gyűjteni, természetesen ne szaggassátok le anyának az összes virágját, hanem azt, ami lehullott és elérhető, azokból készítsetek egy kompozíciót. Fotózzátok le, és utána töltsétek fel ide a Classroom csoportba. Akár egy pocsolyát is felhasználhattok alapnak, vagy farönköt, és akkor azt utána valamivel, amit éppen ott találtok, kavicssal, virággal, levelekkel kirakjátok. Jó munkát kívánok, várom a fotókat, és akkor jövő héten még találkozunk. Sziasztok!